10 fordulót követően egy győzelemmel, 4 döntetlennel és 5 vereséggel a 20 csapatos NB2 19. helyén állt a Nyíregyháza Spartakusz. A klub vezetése ekkor megköszönte Bozsik József vezetőedző munkáját, és a következő 2 meccse korábbi segítőjét, Lengyel Rolandot bízta meg a szakmai munka irányításával. A Spalia listavezetőként érkező Békés Csavát 6-3-ra, a Budafokot pedig 2-0-ra győzte le. A vezetők pedig az őszi szezonból hátralévő 7 és a tavaszról előrehozott 2 mérkőzésre is bizalmat szavaztak a szakembernek. Mint nincs egyforma ember, így egyforma edző se, tehát biztos, hogy lesznek változások, mint az edzés módszerben, mint az összeállítás terén. Vannak olyan játékosok, akik egy kicsit mellőzve voltak, azok most szerepet is kaptak a 2 mérkőzésen, és éltek is vele. Azt gondolom, hogy lehet rájuk építeni, és nem elfelejtve azokat, akik például nem játszottak, mert most elég erős a keretünk, nagyon jó az összetétel, megvan a kohézió, a felnőtt és a fiatal játékosok között. A válogatott Nemzetek Ligája meccsei miatt a hétvégén nem rendeznek fordulót az NB2-ben, így 2 hete lesz a Spalinak arra, hogy felkészüljön a következő 2 mérkőzésre. Nekünk nagyon jól jött a szünet, vannak egyébként sérültjeink is, apróbb és nagyobbak, azt most nyalogatjuk a sebeinket, ez a 2 hét alatt remélem, hogy tudjuk rendezni a sorainkat, és tudunk megfelelően készülni a Kaposvár elleni mérkőzésre. Ma elutazunk Gyulaházára egy hírverő mérkőzésre, ott a Bardi Gabi invitálásával fogadtuk el ezt a fölkérést. Pénteken lesz egy edzés még a programban, szombat-vasárnap megkapják a pihenőt, jövő héten pedig elkezdjük a Kaposvár elleni felkészülést. Most elég mélyről kell indulni, de ebben a 3 pontos rendszerben nagyon gyorsan lehet lépegetni a tabellán. Mindenféleképpen a tabella első feléhez szeretnénk fölcsatlakozni, ehhez pedig minden héten győzelmi kényszerbe kell pályára lépni, és azt gondolom, hogy képes is erre a csapat. Az NB2 tabelláját az Zalaegerszeg vezeti 25 ponttal megelőzve az egyaránt 24 pontos Gyirmótot és Békés Csabát. A 13 pontos Nyíregyháza Spartakusz a 14. helyen várja a folytatást.